zenés rendezvény, mi nyugdíjas találkozónak hívtuk, ha bár most azt hívtuk, hogy egy délutáni zenés rendezvény nem csak nyugdíjasoknak, egy jó kis hangulatos műsor van, és jó az, hogy most a böjt időszakában vagyunk, de azért most már inkább itt az hanvazószerben nagy péntek, amikor tartjuk, tehát remélem, hogy azért nem, nincs probléma egy pár korty pohár bort is, és vendéglátáson keresztül egy műsort megnézünk, és itt jó érzik magukat a jelenlevők. Általában a résztvevő legidősebb férfinak, és a résztvevő legidősebb hölgynek adtunk át mindig ilyenkor egy ilyen csokor virágot, meg egy üveg bort. Most viszont változunk ezen, most olyanok fogják most kapni, akik majdnem minden rendezvény előkészítésre eddig részt vettek, és azok, akik tudom, hogy a legtöbb alkalommal részt vettek ezeken a rendezvényen, most inkább nem a legidősebb, hanem azok, akik legtöbb alkalommal megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Ez az önkormányzat szervezésébe történt. Kik voltak, akik segítettek, és mennyibe kerül egy ilyen rendezvény megtartása? Hát segítettek, ugye először is megszerveztük a kollégáim, akkor a Német Nemzetiségi Önkormányzattal mindig közösen a gyakorlati segítséget adják. A civil szervezetek, akik ilyen, valamilyen formában kapcsolatban vannak a Nemzetiségi Önkormányzattal, például ilyen a Ringline Tánccsoport, vagy a énekkar. Most meghívtuk a Táti férfi kórust. Csinálunk egy ilyen rendezvényt, ahol nem csak a budaiak, hanem a résztvevők is jól érezzék magukat, és ilyen színes fellépésekkel elszórakoztatjuk itt a vendégeket.